akkor ha nézzük a kezünkkel és nyom mellé. Jó. Azt még félre vágok? Nem, azt hittem, hogy jó. Én ezt nem Ünnepélyes szalagátvágással nyitotta meg kapuit Kiskörösön két új kereskedelmi létesítmény, a KIK és a Pepco. A megnyitó ünnepségen Török Erzsébet és Major József vállalkozóházas pár beszámoltak a cégekkel létrejött kapcsolatukról, valamint a beruházás kivitelezésének folyamatáról, melyben a pandémiás helyzet miatt sok nehézség adódott. Éppen a nehézségek miatt volt sok dilemmánk, de szerencsék volt, mert nagyon sok segítséget kaptunk. Olyan segítséget kaptunk, amivel tényleg határidőre be tudtuk fejezni a beruházást, meg tudtuk nyittatni az üzleteket a bérlőkkel. Font Sándor országgyűlési képviselő elmondta, hogy a beruházás támogatások nélkül önerőből valósult meg. Hozzátette, a két új kereskedelmi létesítmény tovább formálja pozitív irányba Kiskörös arculatát. Én bízom abban, hogy ez a beruházás egyben színfoltja Kiskörösnek, és egyben egy szolgáltatási igény megvalósítása és teljesülése is az itt és a környezetben élők számára. A megnyitó ünnepségen Domonyi László polgármester kiemelte, hogy a beruházás megvalósulásával Kiskörös járásszékei pozíciója is erősödik. Ilyen típusú üzlet a mi térségünkben nincs. Én azt gondolom, hogy a beruházók is és a bérlők is jól ráéreztek erre a területre, és biztos vagyok benne, hogy egy sikeres üzlet lesz itt Kiskörösön. Tényleg egy mini bevásárló központ alakult ki, és ez innentől Kiskörösnek egy újabb gyöngyszeme lesz. Rick Robert, a KIK kereskedelmi vezetője, a beruházó házas pár munkahelyteremtési törekvését is hangsúlyozta, hiszen az üzletekben az eladói kollektívát már jól ismerik a városban és a környékbeli településeken.